Sziasztok! Üdv a kazánházból ismét! Csodálatos idő van, elképesztő, ragyog a nap, nem kell kabát. Hú, én ezt nagyon szeretem, megmondom őszintén, hogy sokkal jobb, mint hogyha szakadna a hó. Na hát, Levente már negyedik napja, hogy elment itthonról. Azt hiszem kedden indult. Végre pihenőnap van. Ma nem engedtem Benjamint iskolába, ugye ma munkanap van. Nekünk nem kell bemenni dolgozni, ezt az igazgatónő valahogy nagyon bölcsen és szereteteljesen átlátja. Természetesen nem úgy van, hogy megszegjük a törvényt, mikor az intézményben országos verseny van, ami hétvégékre szokott esni, akkor mi be vagyunk rendelve, de szombat délután nem kell bemennünk tanítani. Egyébként sem jönnének a gyerekek, mert nagyon sok szülő ugyanazt csinálja, amit én, hogy leigazolja ezt a napot, és esetleg délután már elutaznak, vagy szimplán csak pihennek. Úgyhogy szerintem nagyon foghíjas lenne a délutánunk, hogyha be kellene mennünk. Nagyon vártam már ezt a pihenő napot, cefet fáradt vagyok. Nagyon nehéz hét van mögöttünk, rengeteg tennivalóval, gyakorlatilag három ember munkáját végzi az ember. Pont így a héten ezen gondolkodtam, hogyha csak az egyetem lenne, az teljesen egy embernek a feladata, hiszen ugye az ott lévő diákok csak ezt csinálják. Tehát az is bőven elég lenne, így is egy csomó órára nem tudok bemenni. Mindenféle órakedvezményekkel végzem a képzést. Mit villog? Mit akarod felismerni? Én rajtam kívül. A vizet. A vizet ismeri fel. De hogyha azt veszem, hogy egész állásban dolgozom, az is egy embernek a munkája. Ugye milyen klassz lenne, hogyha én 11-kor indulok itthonról, és este 8 óra van már majdnem, mire hazaérek, és milyen jó lenne a délelőttet úgy eltölteni, hogy mondjuk kényelmesen felébredek, amikor jól esik, nem pedig 4 órakor a csörgő telefonra, mondjuk leülök az asztalhoz normálisan reggelizni, nem pedig a gyerek otthagyott maradékait dobálom be a számba egész délelőtt ilyen apró falatokat, vagy mondjuk van időm arra, hogy normálisan elkészüljek, normálisan figyeljek arra, hogy mit veszek fel, meg hogy nézek ki, de ez mind kapkodva megy. De hogyha például csak a háztartás lenne, na hát az, aki háztartást vezet, az tudja, hogy annak soha nincs vége. Na mindegy, ezt most csak úgy közbeszúrtam, mert sokat gondoltam erre a héten. De minden esetre itt van ez a csodálatos szabadnap. Hát komolyan mondom, hogy a sejtjeimen át távozik a fáradtság, rendesen érzem. De tegnap például ezt konkrétan éreztem, mert adódott egy fantasztikus másfél óra, amikor egy kedves kolléganőmmel, egy gitáros kolléganőmmel beültünk egy étterembe ebédelni, és beszélgettünk. Fú, micsoda lazulás volt, szenzációs, nagyon jól esett. Szóval Leventém elindult kedden, ha jól emlékszem, segítsetek, 10-e volt, akkor kedd, igen. Kedden este még megállt a barátnőjénél, és onnan indult tovább, hát nagyon kevés pihenővel másnap, tehát szerda estére odaért a határa, a francia határa, és történt egy malőr rögtön, ez nem az ő malőrje volt, rossz kompjegyet vett a teherautó tulajdonosa, egy olyan kompjegyet vásárolt neki, ami nem teherautóra volt jó, az a lényeg, hogy nem volt jó az a jegy, úgyhogy neki vennie kellett egy másik jegyet, abból a pénzből, ami a számláján volt, hogy ő majd azt költi. Úgyhogy a következő momentum az volt, hogy a megtakarított pénzéből megint át kellett tolni a számlájára egy összeget, de hát majd ezt természetesen ugye visszakapja. Ha jól tudom, akkor 10 órakor indult a komp. Hát küldött felvételeket, szenzációs ez az egész. Több emeletes ez a járgány, és találkozott magyarokkal, akik mondták neki, hogy van egy rész, ahol a sofőrök vacsorázhatnak, úgyhogy ő oda is ment, ott lehetett állítólag választani többféle kajából, és lefotózta nekem a kaját, amit ő evett. Írtam neki, kérdeztem tőle, hogy milyen a tenger, akkor fölment föl a fedélzetre, és hát azt írta nekem, hogy nem nagyon tudja felfogni ezt az egész helyzetet. Egyébként amikor először ment át, ugye az legelső útja is Angliába vezetett, mint nemzetközi sofőr,
akkor is ugyanezt mondta. Hát igen, amikor az ember éli a hétköznapokat, és tényleg nem heteken, hónapokon, hanem éveken át van egy rutin, egy megszokott menetrend itthon, akkor úgy nem nagyon elképzelése arról, hogy milyen az, amikor kiszakad ebből a környezetből, és egyszerűen csak előtte a nagyvilág. És neki ott is ugyanúgy önmagának kell maradni, meg embernek kell maradni. Szóval azt írta, hogy nehéz felfogni, hogy mi történik most éppen vele, és hogy nagyon szívesen megosztaná valakivel ezt az élményt. Hát most egyedül kell megélnie. Egyébként én úgy vagyok az élmények megélésével, hogy egyedül szeretem, hogyha valami a nagyszabású. Amikor például Argentinában voltam, akkor volt esély arra, hogy elkísérjen engem valaki. Két ember is megemlítette, hogy szívesen áldozna erre, csak aztán mindkettőnek közbe jött valami. De örültem neki, hogy egyedül mentem, mert úgy vagyok ezzel, hogy ha az adott pillanatot meg kell osztanom valakivel, akkor az már nem ugye nem 100%-ban az enyém, akkor az már ott mindjárt feleződik. Egy. Kettő. Figyelnem kell arra a másik emberre, most csak a saját szempontomból mondom, jól érzi-e magát például? Mit szól a látottakhoz? Ha valami negatív véleménye van esetleg, az akkor már mindjárt nem jó, tönkre teszi az élményt. Lehet, hogy fiatal koromban nem így gondoltam volna, de fiatalabb koromban nem voltak ilyen lehetőségeim. Nem, mintha most sok lenne. De egy nem mindennapi élménynek a befogadása, a feldolgozása, az szerintem teljes lelkületet, teljes szellemet kíván. És nem hiszem el. Most ezt édesanyám, de majd visszahívom őt. Na, inkább lehalkítjuk. Így. Szóval, hát ezt kívánom Leventének is, hogy tudja majd ezt átérezni egy idő után, hogy milyen az, amikor nem bánkon van, és nem a bánkító partján, hanem éppen át kell Franciaországból Angliába egy gigantikus, nagy, hatalmas kompal, és látja a tengert. Egyébként nekem a tenger látványa az mindenféleképpen egy olyan különleges, olyan frenetikus érzés, élmény. Nem tudom, hogy miért. Valamiért ez nekem nagyon beakadt, nagyon itt van a fejemben, hogy vizet, rengeteg vizet, végeláthatatlan vizet látni. Mikor Argentinában voltam, akkor nagyon szerettem volna látni az Atlanti-óceánt, de ez nem sikerült, mert nagyon messze voltam tőle. Ott van egy öböl, két folyónak, most nem fogom tudni felidézni, hogy mi a folyók neve, két folyónak a találkozása képezi ezt az öblöt, és onnan még 300 kilométerre van a nyílt óceán. De hát ennek az öbölnek a látványa is egyébként olyan, mint egy tenger látványa, mert hatalmas, és azt hiszem, hogy 40 kilométer széles, és 300 kilométer hosszú. De akkor is ott megálltam a partján, és abban nagyon bele tudtam feledkezni. Summa summarum, én nagyon boldog vagyok, hogy Leventének ilyen élménye volt, hogy átkelhetett a tengeren. Ha jól tudom, 2 órás ez a komp út. Aztán megérkezett, és akkor aztán nem jelentkezett, hát már éjszaka volt. Ugye én meg Pécsen voltam, rokonoknál aludtam. És másnap reggel már indították őt Skóciába. 800 kilométer fölfelé. Annyira gyorsan, az a baj, hogy annyira elfoglaltak vagyunk mindannyian, hogy nem sikerül alaposan átbeszélni egy-egy ilyen eseményt. De ma reggel eszembe jutott egy zenemű, Mendelssohn Hebridák nyitány a címe ennek a műnek, Mendelssohn a zeneszerző. Skócia nyugati partjainál van ez a bizonyos Hebridák, és az Atlanti-óceánra néz. És ma írtam Leventének, hogy hát már késő, mert már ugye nincs ott, hogyha megint Skóciába kell mennie, akkor mindenféleképpen nézze meg, hogy mennyire messze van a parttól, esetleg elérje, és megnézheti, meg tudja nézni a Hebridákat.
Hát úgy vagyok vele, hogy élje át azt, amit egyébként én is nagyon szeretnék átélni. Ja, hát egyébként Levente így ült először repülőgépen. Hát nekem már a fócipőm tele volt azzal, akkor voltam azt hiszem 40 éves, ha jól emlékszem, és még mindig nem ültem repülőn. Na azóta aztán volt bőven, szerencsére, nagy örömömre. És gyülekezetnek volt Angliában, ráadásul, egy ilyen nemzetközi, ilyen bibliai szeminárium, és akkor én azt mondtam, hogy na jó, én még nem ültem repülőn, de gyereket kiküldjük, és menjen. És akkor ugye a Dedó két gyerekével utazott, Csuinnal és Csuánnal, a Dedóék akkor már kint voltak. És akkor kivittük őt a reptérre, együtt mentünk mind a négyen, akkor a három gyerek becsekkolt és eltűnt ott a terminálon belül, és akkor Zoltánnal egymásra néztünk, te úristen, mit csináltunk? Elküldtük a gyereket 2000 kilométerrel arrébb repülővel, de én azt akkor is annyira átéreztem, és olyan boldog voltam, hogy ilyen élménye van, és ezt mi tudtuk neki biztosítani. Hú, ott egyébként volt gubanc, jó, hogy nagyon csapongok, nagyon, én egyetlen nem erről akartam beszélni. Volt gubanc, mert hogy a Csuin meg a Csuán ázsiaiak, és mikor, hát talán Angliában volt már, amikor leszálltak a gépről, akkor az ázsiaiakat külön vették, és külön átellenőrizték. Magyarul Levente magára maradt. Átment a biztonsági ellenőrzésen, útlevélvizsgálaton, tudom is én, de hát 15 éves volt. És magára maradt, és nem tudta, hogy most mi van, hol vannak a többiek. Hát aztán előkerült másik két gyerkőc is, de mondta, hogy ott nagyon félt. Angliában ő tulajdonképpen most már harmadszor van. Na, elment Skóciába. Másnap reggel, azt hiszem, hogy 6 órakor kellett volna lerakodnia, de nem vették át tőle az árut, csak 8-kor. Így már lemaradt egy fuvarról, mert hogy a speditőr cég már küldte volna őt tovább, viszont vissza egészen Londonig, de nem volt elég idő. Úgyhogy ez a fuvar ugrott neki, de pár óra múlva már kapott egy másikat. Úgyhogy irány vissza. Ekkor azonban történt egy malőr, észrevette, hogy nincs meg a tankoló kártyája. És hát hívott engem, rémálmom, anya, megint bajban vagyok, Istenem, ilyenkor engem lever a víz teljesen, na és mondja, hogy hát sajnos nincs meg a tankoló kártya, úgyhogy az összes megtakarított pénzét, amit összegyűjtögettünk neki az elmúlt hónapok során, utaljuk át a számlájára, mert egyébként tehát 40 ezer per tankolás. Na, mert szerencsére volt miből, és aztán majd hát a főnök letiltotta ezt a kártyát, és hát majd ugye el fogják számolni a benzinköltséget. De hát a lényeg az, hogy nagyobb baj nem történt, hát most le van tojva, bár hogyha őszinte akarok lenni, szóval egy teherautó sofőr Angliában elhagyja a tankolókártyát, hát elég necces, de hát ez legyen a legnagyobb problémája az útjai során. De hát mondta, hogy egyébként megvan a kártya helye tényleg pontosan a pénztárcában, ahova mindig szokta tenni, de hát hullafáradt volt. Hát ugye levezetett gyakorlatilag közel 2000 kilométert, átkelt a kompal, majd aludt pár órát, azt se tudta, melyik bolygón van, vagy melyik szigeten, ha-ha-ha, és megtankolt, és nem tette vissza sajnos. Na, úgyhogy irány vissza. Nem tudom akkor pontosan hová ment, de London közelébe. Ez volt már tegnap, ha jól emlékszem, nagyon összefolynak a napok. Azt mondja, hogy a pénzéhez még nem kellett hozzányúlni, de a hec kedvéért kivett magának a számlájáról 20 fontot, és emiatt is felhívott, hogy anya, képzeld el, hát milyen gyönyörű ez a font, hogy ez milyen szép. Igen, tudom, van rajta ilyen kis átlátszó rész, meg az egész ilyen műanyag hatású, ez a papírpénz. Én is, amikor tavaly kint voltam, illetve ez nem is tavaly volt, hanem még az idén, én is nagyon szerettem fogdosni a kis fontjaimat, meg nézegetni, tényleg tök jól néz ki. Nem tudom majd, hogy fogja a vásárlást elintézni, egyelőre még van bőven kajája, amit itthonról vitt. Szóval ezért is felhívott, annyira cuki, mert hogyha van valami pozitív élménye, akkor azonnal telefonál.
Igen, tegnap este pedig este 7-kor kellett volna lerakodnia, de 8 óra, azt írta, hogy 8 órakor tudott lerakni. Írta ezt egyébként éjjel 00:30-kor. De hát reggel 6-kor örömmel konstatáltam, hogy már 5 vagy 6 órája nem elérhető, úgyhogy tudtam, hogy alszik. Viszont most megint úton... Ja igen, Birminghamben landolt. És onnan indul most. Hú! Ott rakodott föl ma reggel, viszont nem tudom, hová megy. Úgyhogy per pillanat ez van, hogy megint úton van. Hát azért ez mondjuk nagyon jó, tehát jól működik ez a speditőr cég, mert mozgatják őt folyamatosan, úgyhogy ez tök jó. Attól kicsit tartok, hogy mikor üt majd be a mentális krízis, mert egy teherautóban aludni heteken át és egyedül lenni, az azért nagyon kemény. Hát folyamatosan telefonál, amikor úton van, felhívja az ismerősöket, hogy a figyelmét egy kicsit fenntartsuk. Ennyit tudok róla. Az az igazság, hogy többet nem. Többet nem. Tehát azért, de azt egyébként én mondtam neki, hogy arra készüljön föl, hogy el fog jönni a kiborulás pillanata. Mert hogy magányos, mert kényelmetlen ez az egész. Azt se tudom, hogy a fürdést hogy tudja megoldani. Egyetem WC-re menni, tehát azért ez egy nagyon komoly dolog. Meg kicsi ott a hely, meg na, szóval szerintem bárki ember fiánál elszakadna a cérna ilyen helyzetben. Így, hogy nincsen mellette senki, meg nincs egy szoba, vagy egy fürdőszoba, ahová bemehetne. Hogy igazából róla akartam mesélni a gyerekkoráról, gondoltam, hogy ugye születésétől kezdve belevágok. Hát ami egyébként az ő életét meghatározza, ez a bizonyos figyelemzavar rossz probléma. Ezt általános iskolás korában fedeztük fel, de sajnos elég későn. Figyelemzavar kontra hiperaktivitás, illetve hát nem kontra, de ez a kettő, ez teljesen összefügg. Illetve egy dolog az okozója, egy bizonyos dolog. Van az agyban egy kémiai anyag, ami az idegsejtek között szállítja az ingerületet, tehát a bejövő információt. A figyelemzavaros gyerekeknek vagy embereknek ebből túl kevés van, a hiperaktívaknak pedig ebből túl sok van, ebből a bizonyos anyagból, aminek nem tudom a nevét. Tanultunk erről a problémáról most az egyetemen ember és gyermekismeret kurzuson, amiből képzeljétek el, hogy meghúztak engem. Szóval megbuktam egy tantárgyból, tök jó, nem? Úgy tudtam megbukni, hogy 2 ZH-t kellett írni a fél év teljesítéséhez, és én az elsőn nem voltam ott. Hozzá kell tennem, nem szóltak, hogy mikor lesz ez a ZH. Bezzeg a másodiknál már szóltak. Tehát egész egyszerűen nem voltam ott, és nem írtam meg, pedig egyébként ilyen gagyi volt, ilyen tippelgetős, x-elgetős, ezt mondtam is a pécsi videóban. És akkor én írtam utána az előadónak, hogy én ezt nem írtam meg, mi a megoldás, esetleg megírhatom-e majd a másodikkal együtt, és akkor azt válaszolt, hogy hát ezt nem tartja túl szerencsés ötletnek, hogy a második, mert én úgy annyiban hagytam a dolgot, majd most jóképűen bementem a másodikat megírni, még készültem is rá, ráadásul. Hát 3-as lett, mert nagyon sok olyan információ volt benne, amit nem néztem meg, nevekhez, ilyen pszichológusokhoz, kutatókhoz köthető, bocsánat, számok, évszámok, na mindegy, blablabla. 3-as lett, átlagolták a 2 ZH-t. Ugye az én nem létező 0%-os első ZH-mat, a második 50, nem tudom én, 7%-os ZH-mal, az osztva 2-vel, az karó. Kérdeztem az előadót messengeren, hogy mi a megoldás, tudok-e javítani, nem válaszolt. Kérdeztem a titkárságon a mindenes, mindentudó, rendkívül segítőkész emberkét, és azt mondja, hogy hát ő sem tud többet, hogyha az előadó lehet, hozzá kell tegyem, egy fiatal srác, és most végzi a doktori iskolát, hogyha ad lehetőséget a javításra, akkor majd januárban, csak ennek az a hátulütője, hogy mi van, hogyha azt mondja, hogy oké, rendben, szóval meghallgatlak, akkor nekem végem van, tehát én erre nem tudok felkészülni, ez bazi nagy anyag, ezt most már minden megtanulom. Úgyhogy ott van 3 válasz, és akkor éppen betippelgetem, és szerencsém van, úgy oké, az elsőből is meg lett volna ugyanúgy a 3-as. Ha meg nem lesz meg,
vagyis hogy nem engedi, akkor sincs olyan nagy gáz, mert ez egy szabadon választott kurzus volt, csak ugrik a kredit, egy kredit, és akkor hogy a második fél évben kell felvennem plusz egy tárgyat, amivel ezt a hiányzó kreditet pótolom. Ez meg mondjuk azért szar, mert nem azért járkáltam be az első fél évbe erre, hogy a második fél évben megy tök felesleges, és egyébként már szükségtelen tantárgyat vegyek fel. Na mindegy, szóval volt szó erről a figyelemzavarról. Hát az első tünetek rögtön az első osztályban kezdődtek. Benjamin akkor volt újszülött, pár hónapos, ugye júliusban született. És ezt úgy kellett elképzelni, hogy volt egy, de erről már 100%, hogy többször is beszéltem, a tanítónéni, akinek nem kellene pedagógusnak lenni, mindjárt az első napokban elkezdte jelezgetni, hogy nem figyel, alszik az órán, lögdösi a társait, és állandóan ez, és be volt írva mindig az üzenőfüzetém, és állandóan ezt mantrázta. És hát nem igazán tudtunk először mit kezdeni ezzel a dologgal, hát ugye csináltuk a kis házi feladatokat, függőleges vonal, karika, mit tudom én. És járt a gyerek az iskolába, és egyre inkább eldurvult ez a jelenség, illetve a tanítónénnek a jelzései. Olyannyira egyébként, hogy nekem elapadt a tejem, és nem tudtam banjót szoptatni, csak valami 4 hónapig. De nagyon sok fájdalmat okozott ez az egész dolog nekünk. Rosszak voltak a jegyei, és nem szerették őt a társait, kiközösítették. És március lett, amikor a gyerek már annyira kikészült, hogy ilyen úgynevezett pszichoszomatikus tünetek jelentkeztek nála. Ez a szipogás és a köhécselés, ilyen krákogás egyvelege volt. Tehát ő fölkelt reggel, és akkor egészen az elalvásig elviselhetetlen volt. Tehát otthon is alig tudtuk tolerálni a dolgot. És március 15-éhez köthető hosszú hétvége volt, és akkor 4 napig otthon voltunk. És a 4 nap alatt egyszer csak azt vettük észre az Zoltánnal, hogy nem csinálja ezt az egészet. Magyarul megnyugodott, mert otthon volt, és nem cseszegette őt senki. Sem a tanítónéni, sem az osztálytársak. És akkor mondta Zoltán, hogy most visszamegy az iskolába, és ha aznap úgy jön haza, hogy megint szipog és krákog, akkor kivesszük őt a suliból. Na most ezt azt hiszem, hogy nem fogom nagyon részletesen taglalni. Lényeg az, hogy kivettük az iskolából, elvittük egy másik iskolába, ahol egy nagyon-nagyon szuper pedagógus kezei alá került, ugye ez még az első osztály volt, aki nagyon szerette a gyerekeket, és ilyen kis tyúkanyó volt, de a helyzet egyébként ott sem változott. Mert ott is ugyanúgy megvolt, hogy rosszak a jegyei, hogy nem tud figyelni, hogy elalszik az órán, nem tud teljesíteni. Ide járt egészen 3. osztályig, de ez messze volt tőlünk, Zuglóban laktunk, és Sashalomra hordtam őt autóval, mert mentem érte állandóan, és gyönyörű hangja volt, és kristálytiszta hallása, és akkor én már a fuvolát a kezébe adtam, és én tanítottam őt. És van a belvárosban egy iskola, ahol az operaház gyermekkórusát képzik. És az édesapámnak volt a nagy vágya, hogy a gyerek ide járjon. És mivel szóba került, hogy iskolát váltunk, megint, akkor apu mondta, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk ezt a sulit. Hát én elvittem Leventét felvételizni, nem voltam benne, de ott énekelni kellett, biztos volt ilyen hallásgyakorlat, ritmusgyakorlat, visszaéneklés, ilyesmi. És úgy jött ki a felvételiztető tanárnő, aki egyébként ezt a kórust vezette akkoriban, hogy nem hallgatja meg tovább a gyereket, hanem ha tudok még 3 ilyen fiút hozni, mint Levente, akkor hozzak már még 3 ilyet, mert hogy Levente egy kincs neki. És hát felvették az iskolába. És milyen érdekes, tehát, hogy mennyire nem szabad összemosni ezt a veleszületett problémát az veleszületett képességekkel, az intelligenciával, a szellemi intelligenciával is, és az érzelmi intelligenciával is, vagyis hogy sem. Mert hogy itt egy nagyon komoly feladatot végeztek ezek a gyerekek. Többször volt egyébként Levente színpadon, volt olyan opera, ahol kihúzták a függönyt, és ő volt, mert hát olyan volt a koreográfia, hogy ő állt a színpadon. Szóval csodálatos élményeink voltak, de hogy mit kellett nekik teljesíteni, az operákat fel kellett mondani eredeti nyelven, szólóban, zongora kíséret mellett.
Tehát ezeket meg kellett tanulni, fejben volt az egész, nem magyarul kérem szépen, olaszul, meg németül. És ő ezeket tudta teljesíteni. És nem volt ott egy teljes kórus mögötte, hogyha esetleg eltéved, akkor támogassák a többiek, nem, egyedül kellett. És ugye több szólamban énekeltek a gyerekek, tehát hogyha mondjuk valaki nem szopránt, azaz nem a dallamot énekelte, hanem egy kísérő szólamot, teszem azt, hogy altot vagy mezzót, akkor ott is tudni kellett neki navigálni a hangokat. Semmi baj nem volt egyáltalán. Ezzel, az éneklés részével nem volt baj. De ugyanúgy megmaradtak a problémák az iskolában. Na most, ha jól emlékszem, mire ide kerültünk, addigra belefutottunk egyet, addigra kiderült, hogy mi a probléma. Egyébként küldözgettek bennünket az egyik nevelési tanácsadóból a másikba, meg pszichológushoz, meg mit tudom én is, mindenhol azt mondták, hogy ez a gyerek nagyon intelligens, vizsgálták a részképességeket, tehát az olvasási készséget, a szövegértési készséget, a számolási készséget. Semmivel nem volt semmi baj. Mégis minden dogája karó lett, vagy kettes lett. Azért, amit aztán megtudtunk ettől az alapítványtól, hogy mi is ez a figyelemzavar valójában, mert hogy ez a bizonyos kémiai anyag, mivel túl kevés, ezért az információ feldolgozás túlságosan lassan történik meg. Na most az egyik, hogy ezért fárad el. Tehát egész egyszerűen olyan gőzerővel dolgozik ezeknek a gyerekeknek az agyuk, sokkal intenzívebben, mint a többié, és 10-15 perc múltán kész, kiakad, nem tud tovább koncentrálni, elfárad. Mit csinál a gyerek? Lehajtja a fejét a padra. Mit csinál a tanítónő? Beírja az ellenőrzőbe, hogy a gyerek nem figyel és alszik az órán. Lögdösődés. Mert ugye állandóan megkaptuk, hogy lögdösi a társait, micsoda egy elvetemült gyerek ez. Kiderült, hogy a figyelemzavaros gyerekeknek rossz a térérzékelésük. Nem tudja bemérni a távolságokat. Ezért aztán neki megy annak, aki túl közel van hozzá, mert nem érzékeli, hogy mennyi hely van is, nem tud elmenni mellette, ezért neki megy. Ez volt a lögdösődés. Akkor nem figyel, nem fejezi be a dolgozatait, nem tudta befejezni a dolgozatait, mert rossz az időérzékelés. Ők nem úgy érzékelik az időt, mint a normális gyerekek, nekik sokkal több időre van szükségük mindenhez. Aztán, hát igen, ez, ami állandóan elhangzott, nem figyel. A figyelemzavaros gyerekeknek bármi képes elvonni a figyelmét egy adott feladatról. Például észrevesz egy fénycsíkot a falon. És onnantól kezdve az agy oda kezd el fókuszálni, mert azzal nincsen annyi dolga, és pihenteti, kikapcsolja őt. Vagy megakad a szeme a pattársa vagy az előtte ülő kardigánján, és akkor azt kezdi el nézni rajta a kis szöszöket, bolyhokat, tudom is én. Na hát, talán azért hasznos ezeket elmondani, mert hogyha van köztetek olyan szülő, akinek a gyerekei ezeket a tüneteket produkálja, akkor biztosan tudhatjátok, hogy itt erről van szó. Akkor még nem volt erre megoldás, mert nem diagnosztizálták orvosilag ezt az egész problémát. A hiperaktivitást már igen, de a figyelemzavarosságot még nem, és a pedagógusok sem voltak felkészítve erre az egészre, és hát igazából ők is tehetetlenül álltak egy-egy ilyen gyerek problémájával szemben. Na de ettől még mondjuk lehettek volna toleránsabbak. Szóval lehet kérni ezeknek a gyerekeknek könnyítést, hogyha van egy szakvélemény, pszichológustól kell egyébként ilyen szakvéleményt beszerezni, gondolom, nem tudom, orvos is ott közrejátszik, és lehet kérni például azt, hogy típus feladatokból kevesebbet adjanak nekik egy felmérőnél, ha teszem azt, tanulják az osztást, és az egész osztály írja a dogát, és van 5 vagy 6 ilyen feladat, akkor egy figyelemzavaros gyereknek csak 3-at adjanak, ugyanis 3 feladatból is ki fog derülni, hogy érti-e az egész metódust, vagy nem, és azt meg is tudja csinálni, mert belefér az idejébe. Van most egy ilyen rokon kisfiú egyébként a családban, és hát tehát vértizzadnak a szülők, vértizzadnak, miközben a gyerek nagyon okos, nagyon intelligens, hihetetlen fantáziája van, hihetetlen kis intellektusa, de az a közoktatás bedarálja őt.
És még amit én most ebből a távlatból tudok javasolni, iskolaváltás, és keresni egy olyan alternatív megoldást. Nagyon jók a Waldorfok. Ugyan sok hátulütője van, az én egyik gyengém az a tegeződés, magázódás, míg a Waldorfos gyerekek tegeződnek mindenkit, de hát ez most legyen már a legnagyobb probléma egy ilyen esetben. Ez volt az, ami mindig meghatározó volt Leventével kapcsolatban, és ami miatt nagyon nehezen éltük meg az iskola éveket. Ugye fuvalázott ő, és rendkívül tehetséges volt, amit én gyakorlatilag az első alkalommal így leszűrtem, és nagyon erőltettem, hogy ő menjen zenei pályára. Járt természetesen zeneiskolába, tanárhoz, de hát én széjjel gyepáltam őt. Hát úgy indultak a napok, hogy reggel 6:30 már fújnia kellett, akkor Pesten laktunk, és ott volt ez az én fuvola tanodám, egy ilyen kis helység, az utcafrontról nyíló, oda mentünk le, és a gyereknek gyakorolnia kellett 1/2 órát, és utána mentünk az iskolába, és hát gyönyörűen teljesített, de ezek mindig nagyon nehéz reggelek voltak, mert én nagyon szigorú voltam vele. Ha nem tudta azt a hangot azonnal leolvasni, már, nem tudom, ütöttem, vágtam, ordítottam vele. Jó nagy barom voltam, szóval ezt nagyon rosszat csináltam. Nagyon rossz. A lehető legrosszabbat tettem a gyerekkel. Ezzel az erőszakoskodással. Tehát, hogy valaki engem nem vágott fejbe, akkoriban ez nagyon nagy kár. És nem szólt senki, hogy itt vigyázz, mert az ellenkező irányba viszed az egészet, mint ahová szeretnéd. Hát, mikor ide költöztünk Bánkra, akkor elvittem őt az én volt fuvalatanáromhoz, ő vitte Leventét felvételizni a Váci Konziba. Hát ott is például bement a felvételire, és rendesen megnevettette a felvételiztető bizottságot, kérdezték tőle, hogy mi az ő végleges célja ezzel a dologgal, és neki egyébként nagyon tetszett a hangszerkészítés, hangszerjavítás. Ez is egy mesterség, és ahhoz, hogy valaki mondjuk egy fuvola javító műhelyben tudjon dolgozni, el kell végezni ebben a szakmában. Azt hiszem, hogy a Konzit mindenféleképpen. És akkor ő mondta, hogy ő hangszerkészítő szeretne lenni, és vagy hangszerész, és kérdezték tőle, hogy szétszette már valaha a fuvalát. És akkor ő nagy, lazán odavágta, hogy ugye most is löki a poénokat csuklóból, séróból, odavágta, hogy persze, 3 részre. Mert hogy a fuvala az 3 részre szedhető szét. És akkor kacagtak ott a fejek, és olyan jó érzés volt, hogy az én 14 éves kisgyerekem erre is képes. Hát, felvették rögtön, a szolfés összhangzatlan írásbeli felvételije az 100%-os volt. Ő volt az egyetlen, aki októberben, a nyílt napon, már színpadon, fejből, kotta nélkül egy nagyon nehéz darabot így odorítjentett, kérem szépen. Tehát az elsősök közül egyedül ő játszott. Szeptemberben indult az iskola. De a figyelemzavarosság az itt is elkísérte, illetve ami nagyon nagy hiba volt, hogy kollégiumba engedtük őt. 14 éves volt, nem sikerült neki megállnia a lábán, és nem sikerült teljesítenie az órákon, úgyhogy rövid időn belül el kellett, hogy hozzuk őt abból az iskolából. Sok-sok-sok-sok nehézség. Rengeteg. És szóval ennek ellenére ismeritek őt a videókból, hogy mennyire optimista, és mennyire szerethető, és hogy mekkora szíve van. És én most annyira nagyon drukkolok neki, hogy tudja átélni azt, amit most kapott, és tudja a későbbiekben majd használni, kamatoztatni azt, amit most magába beépít. Mert neki szüksége van arra, hogy végre a saját szívével, saját lelkével, saját eszével meghódítsa a világot, mert annyi bántás és annyi fájdalom érte, és annyi félrevezetés általam is egyébként sajnos, hogy itt már érem egész egyszerűen nincsen szükség. Amit én tudok érte tenni, az a folyamatos jelenlét és válasz a kérdéseire. És esetleg, hogyha azt érzem, hogy szüksége van egy
egy tanácsra, akkor azt nagyon óvatosan. Lehet, hogy nem nagyon lehet összerakni a mondandómból azt, amit én úgy szerettem volna elmondani, sőt, biztos vagyok benne. Talán az a lényeg, hogy nincsen mindenki előtt kikövezve az út, és ugye Zoltán előtt főleg nem volt. És mennyire nehéz így érvényesülni, és magabiztosnak lenni. Leventének itt volt meg itt van a biztos családi háttér. Talán mondhatom, hogy üvegházban nevelkedett. De mégis adott neki az élet, adott neki a sors egy olyan problémát, ami mindig meghatározott gyakorlatilag mindent. És olyankor én már hiába rakok le egy járdalapot elé, mert nem biztos, hogy rá tud lépni. Úgyhogy hát ez most innen nézve egyrészt nekem nehéz, másrészt egy nagyon, nagyon hálás dolog, hogy újra úton van, és azért ez egy baromi komoly feladat, ezt lássuk be. Tehát ez a szállítmányozás, ez nagyon-nagyon összetett, és elképesztő embert kívánó feladat. Hát Angliában például a közlekedés, hát bele sem merek gondolni, hogy milyen a másik oldalon menni. Úgyhogy egyébként a kormány meg ott van ahol. Jaj, egyszer Emő barátnőm annyira fazon volt. Ő kint él a párjával, most már sok-sok év óta. És amikor először kiment, és meglátta az autókat az úton, akkor ennyit mondott. Gyerekek, itt egyik autónak sincs sofőrje. Ez nekem nagyon tetszett. Na de hát nem csak a vezetés, hanem a tájékozódás például. A kommunikáció, hát itt most angolul beszélni kell. Hát Levente azért érettségizett angolból, de hát az volt az utolsó momentum az angollal kapcsolatban. Azért tudjuk, hogy a nyelvet el lehet felejteni. És nem csak a nyelvi kommunikáció, hanem egyáltalán az emberekkel való viselkedés, hogy hogyan köszön, hogyan közelít valakihez, mert hogy egyébként függ ezektől az emberektől. Függ attól, aki felrakja, függ attól, aki lerakja az áruját, függ attól, aki mozgatja az autóját. Hát, tudjuk mindannyian, kimegyünk az utcára, 3 perc, és már megy a kurva anyázás, mert olyanok az emberek, és olyanok a reakciók. És ezeket mind-mind tudni kell hárítani, vagy tudni kell egyáltalán jól kezelni. Úgy, hogy ő még csak 24. éves, most kezdte a 24. éves, 24 évesen engem még a szüleim azt mondták, hogy gyerekem most jobbra, jaj, ne, most balra. Tehát hatalmas a különbség. Szabályokat betartani, az iratokat, a szállítóleveleket kezelni, a pénzt kezelni, szóval nagyon-nagyon sok minden van. Úgyhogy én rendkívül büszke vagyok rá, azt kell, hogy mondjam. Remélem, hogy... Ja igen, nagyon-nagyon-nagyon szeretném megköszönni. Úristen, szenzációs gyerekek! Én azt gondolom, hogy Anglia minden területén várják őt. Tehát tucatnyi város, telefonszámokkal, nagyon-nagyon szívből jövő meghívásokkal, a Facebookon, itt a kommentekben, hát elképesztő. Összegyűjtöttem neki szépen, és minden infó nála van, úgyhogy ha valaki ezt becsenget, akkor ne csodálkozzatok, de ez egyszerűen csodálatos, és nagyon szépen köszönöm. Pápát!